Teltház a Széchenyi Egyetem egyik előadójában. Szerdán kezdődött ugyanis az egyik sikertantárgy második szemesztere. A kamara a vállalkozásokért elnevezésű kurzust a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az Egyetem Kausz Gyula karával együtt indította, hogy segítse a hallgatók vállalkozóvá válását. A tantárgy nagy népszerűségnek örvend a diákok körében, idén csaknem 40 perc alatt betelt a meghirdetett 50 hely. Azért rendkívüli ez a tárgy, mert minden órán vendégelőadóink vannak. Egyrészt a kamara menedzsmentjéből szakemberek, például a nemzetközi üzletember konferenciák, nemzetközi hálózatok, stb. Témában, másrészt pedig helyi sikeres vállalkozók, mint mentorok vesznek részt. A hallgatók, amellett, hogy rengeteg ismeretet kapnak ebből a témából, a fél év során üzleti tervet készítenek arra vonatkozóan, hogy hogy lehetne vagy a családjuknak már meglevő vállalkozását továbbfejleszteni, vagy egy teljesen új ötletből egy vállalkozást felépíteni. Ebben az évben újdonsággal is készülnek a szervezők. Mivel számukra fontos a hallgatók véleménye, igyekeznek olyan változtatásokat eszközölni, melyet maguk a diákok kérnek. Minden fél év zárásakor végzünk a hallgatók körében egy kérdőíves felmérést, amiben visszajelzést kérünk tőlük a tanultakról, és az az általános tapasztalat, hogy még több céglátogatást szeretnének, úgyhogy ebben a fél évben annyi változás lesz, hogy az órák keretén belül nem egy vállalkozáshoz, hanem kettő vállalkozáshoz fogjuk majd kivinni a hallgatókat, és közvetlenül megismerkedhetnek a cégnek az egyes projekt tervezési folyamataival. Emellett természetesen bővíthetik kamarai ismereteiket, és növelhetik kapcsolati tőkéjüket is a hallgatók. Igazság szerint nagyon szeretnék kapcsolatokat kialakítani, hiszen most már harmadéves hallgató vagyok, és fontos az, hogy merre is induljak el. Itt ezen a kurzuson talán majd kapok olyan információkat, amik majd ebben segítenek, hogy merre is induljak el. A kamara a vállalkozásokért tárgy tehát elindult, vélhetően sok fiatalnak nyújt majd segítséget a fél év során.